esélyt kívánok, nagyon köszönöm a türelmüket, de azt reméljük, hogy sikerült megoldást találni a technikai problémákra, amiket persze az ember magának csinál. Majd itt fogok egy kábelt néha dugdosni, úgyhogy előre is elnézést kérek ezekért a nehézségekért. A mai alkalommal, ugye az előző két alkalom után egy újabb aspektusból fogjuk megvizsgálni a Goldberg variációkat. Az első alkalommal a történeti kontextust néztük meg, hogy a 18. század első felében mit jelentett a variáció, mit csinált Bach az 1740-es években, amikor írta ezt a darabot, milyen nagy projektnek volt a része, hogy modernül fogalmazzak a Goldberg variációk. A második alkalommal megpróbáltuk a hangok világát föltérképezni valamennyire. Utólag is elnézést kérek azoktól, akik esetleg nem bírták követni, mert hallott, voltak ilyen visszajelzések, és nagyon örülünk, hogy azért nem ijedt meg senki, és itt vannak. Ez most egy sokkal populárisabb előadás lesz, abból a szempontból, hogy a kottát azt csak illusztrációként fogom kivetíteni, de azt remélem, hogy anélkül is tökéletesen előzhető lesz az előadás. A mai előadásnak a témája, tehát a darabnak az utóélete lesz, vagyis szakszóval a recepció történet, és ennek kapcsán először szeretném megnézni, vagy megmutatni inkább, hogy mit is tudtak a Bach halála utáni évtizedekben a Goldberg variációkról, aztán meg fogjuk nézni, hogyan került be ez a mű a 20. századi koncertéletbe, és akár a populáris kultúráig is hogyan jutott el, mert van egy-két nagyon érdekes pillanata a Goldberg variációk és a populáris kultúra találkozásának, és végül az előadás végén szeretnék mutatni jó néhány részletet különböző felvételekből, részben zongorás, részben csembalós felvételekből. Na most a Goldberg variáció ugye azon ritka Bach művek közé tartozik, amely megjelent nyomtatásban még Bach életében, vagyis ez végső soron hozzáférhető volt a 18. század folyamán, a 18. század második felében sokak számára. Ezzel együtt nem mondhatjuk azt, hogy benne volt a köztudatban, talán tudják, vagy sokan hallottak róla, hogy ugye az az általános elképzelés a Bach halálát követő évtizedek Bach recepciójáról, hogy Bachot elfeledték, ami egyrészt igaz, mert ugye aztán 1829-ben az ifjú Mendelssohn fedezte fel, amikor előadta a Máté Passiót Bach halála óta először, és ez indította el a Bach Revival-t, vagy a Bach reneszánszot. Szóval, hogy ez bizonyos értelemben igaz, hiszen a nagy közönség valóban nagyon ritkán találkozhatott csak Bachal, de a szakma számára mindig is jelen volt Johann Sebastian Bachnak a művészete, részben a fiainak köszönhetően, akik hát ugye a legjelesebb muzsikusai voltak a halálát követő évtizedeknek német területen, és részben Angliában, illetve annak a kiterjedt tanítványi körnek köszönhetően, amelyet ő maga nevelt ki. Most elsőként áttekintjük, hogy milyen írásos nyomok maradtak ránk Goldberg variációkkal kapcsolatban. Az első az nem más, mint az úgynevezett nekrológ, mert ezt ide fogom menni, és szomoroznom. Az első az úgynevezett nekrológ, amely Bach halála után jelent meg Lorenz Mitzler folyóiratában, ennek az volt a címe, hogy Muzikális Bibliotek, vagy hát magyarosan ugye teljes cím Zenei Könyvtár, avagy Megalapozott Híradás és Pártatlan Ítélet régi és új zenei írásokról és könyvekről. De Lorenz Mitzler egy borzasztóan fontos figurája volt a század közepi zenei életnek német területeken. Ő alapította azt a tudós társaságot, a Zenei Tudományok Társaságát, amelynek Bach is tagja volt. Ez egy nagyon szűk elit társaság volt, olyan tagjai voltak, mint Georg Friedrich Telemann, vagy Georg Friedrich Händel, vagy Johann Sebastian Bach, hogy más ne említsek, és tulajdonképpen abban állt a társaság működése, hogy részben Lorenz Mitzler ezt a folyóiratot kiadta, mindenféle érdekes részben zeneelméleti, részben a zene élettel kapcsolatos cikkekkel, mint akkoriban ezeket a folyóiratokat általában a kiadó maga írta az összes cikket, és részben ezek a szerzők küldözgettek egymásnak különböző műveket,
Johann Sebastian Bach például a muzikális az offert, és valószínűleg a Kunst der Fugit is azzal a céllal írt a részben, hogy megmutassa, hogy a zene tudományában ő milyen mértékig jártas. 1754-ben jelent meg az a szám, amelyben az egyik cikk, itt láthatják, a Zenei Tudományok Társasága három tagjának emlékezete címet viseli, és ebben szerepel egy nekrológ Johann Sebastian Bachról, ez az egyik legfontosabb korai forrás a Bach életével kapcsolatban, ezt egyébként Bach egyik tanítványa és Carl Philipp Emanuel Bach fia állították össze, és ebben természetesen föl vannak sorolva a művek, ahol láthatják kinagyítva, hogy eine Arie, mit drei Zehn Variationen für zwei Klavier, vagyis hogy két manuálos csembalóra írott ária és 30 variáció, vagyis hogy felsorolja ugye az életműnek egy kiemelt részeként a nekrológ ezt a művet. Na most nem csak német területen volt ismert ez a darab, mert 1776-ban Angliában megjelent John Hawkinsnak az első zenetörténet írónak nevezhetjük így, aki tényleg a teljes zenetörténetet áttekintette az őskortól hát napjainkig, vagy hát az ő napjaikig, 1776-ig, ugye a zene tudományának és gyakorlatának általános története, amelyben az ötödik kötetben a kortárs zenéről esik szó, és szépen sorba veszi az egyes zeneszerzőket, és nagyon érdekes az, hogy a Johann Sebastian Bachról szóló szakasz, amit teljes terjedelmében itt látnak, ez kb. Másfél oldal. Csak úgy jelzem, hogy például Johann Mattheson, nem tudom ki hány Mattheson darabot hallgat otthon, aki egy pár oldallal korábban kerül sorra, ő több mint három oldalt kap. Tele van ugyancsak körülbelül három oldalt kap, de ami nagyon érdekes, hogy itt a legalján, a jobb oldal alján, ugye oda van írva, hogy a következő kompozíció az az említett hát gyakorlatok közé tartozik, ugye lesson, ezt a szót használja Hawkins, és a kotta példa, amit látunk, az nem más, mint a Goldberg variációknak a áriája, illetve két variáció, a terc kánon és a fugetta tétel. Ami azért érdekes, most nem tudom ide kivetíteni a teljes Hawkins kötetet, egyébként ha valakit érdekel, fönt van az interneten, ami egy teljesen hihetetlen dolog, minden fönt van az interneten, hogy ugyan nagyon kevés szó esik Bachról, hát különösen ahhoz képest, ahogy mi ma rátekintünk, vagy a jelentőségéhez képest, de ez a korabeli zeneszerzőkről szóló fejezetben ez az egyetlen kotta példa. Vagyis, hogy 1776-ban, ha valaki Londonban érdeklődött a zenei múlt iránt, és megvette ezt a kötetet, akkor találkozhatott a Goldberg variációkkal. Na most a következő lépcső, csak hogy lássuk, hogy maradt a köztudatban azért a Goldberg variációk, legalábbis a zenés szakma számára, az nem más, mint Johann Nikolaus Forkelnek, az első Bach életrajzírónak a műve, Johann Sebastian Bach életéről, művészetéről és műveiről, ez a címe ennek a munkának, ami 1802-ben jelent meg, és ez is egy nagyon-nagyon fontos forrás, mert Forkel kapcsolatban állt a Bach fiúkkal és levelezett velük, amikor a kötetet írta, és ebben olvasható, ugye ennek az egyik fejezetében a műveket veszi végig, az első, ha megnézik a Klavierübung, amiben ugye az első kötet, második kötet, és aztán ott van, hogy a Klavierübung, ami az áriából és a variációból áll, és itt írja le Forkel azt a bizonyos történetet, amelyet elmondtam az első előadáson is, amelyről ma már szinte biztosan tudjuk, hogy nem igaz, de egy nagyon szép legenda, hogy ugye Bach annak a bizonyos Kaiserlin grófnak írta ezt a művet, hogy álmatlan éjszakáin a Goldberg nevű csembalista ezeket az áriácskák, vagy áriát és variációkat játsza. Goldberg 14 éves volt akkor, picit gyanús, hogy ezt azért nem tudta eljátszani, de hát lehet, hogy nagyon tehetséges volt valóban, de ugye a fő érv az ellen, hogy ez nem volt így, vagy ennek a legendának a valóság tartalmával szemben az, hogy semmilyen ajánlás nincsen a kottán, és sehol nem említi a kotta Kaiserlin nevét, pedig ha valóban a Forkeli történet szerinti 100 Lajos aranyat kapta Bach ezért a darabért, akkor hát igazán valószínű, hogy legalább annyit megtett volna, hogy feltünteti a nevét. Ez a két bekezdés szól tehát ebben a könyvben a Goldberg variációkról, vagyis hogy a 19. század elején azért, ha valaki érdeklődött Bach iránt, és egyre inkább elkezdtek érdeklődni
az ő művészete iránt, nem csak zenei okokból, hanem azért, mert ekkoriban indult ugye a német nemzeti mozgalom, amit hát mondjuk nevezhetünk nacionalizmusnak is, csak az azért nem egy szerencsés kifejezés, mert a 19. század elején nacionalizmus egészen más jellegű volt, mint ami a 19. század második felében indult el, és amely sajnos máig velünk él, hogy más nem mondjak, ugye ez a német nacionalizmus, a 19. század első felének német nacionalizmusa volt az, amely a legjelentősebb német muzsikussá tette azt a Felix Mendelssohnt, aki ugye egy zsidó családból származott, és aztán áttért a protestáns hitre, és nem mellesleg a katolikus Düsseldorfnak volt a zeneigazgatója, tehát hogy ez egy ilyen befogadó jellegű nacionalizmus volt még a század elején, és ennek kapcsán fedezték fel Bachot, mint az úrfátert, ugye az ősatyát, akihez viszonyulhatnak. Na most ugye látjuk tehát azt, hogy a halála után is azért szorványosan megjelennek különféle információk a Goldberg variációkról, és hogy a darabot játszották legalábbis szűk körben, arra egy bizonyítékunk Angliából származik. Charles Burney, aki az egyik jelentős zenetörténész volt az említett Hawkins mellett, Samuel Wesleyhez írt egy levelet 1810-ben. Samuel Wesley egy muzsikus volt, és egyébként nagyon rajongott Bach zenéért, meg a régebbi zenékért, amiben a következőt olvashatjuk. Kedves barátom, most, hogy a francia pakon túl vagyok, mert valamit küldött Franciaországba, van időm gondolkozni legutóbbi tervén, hogy próbáljunk a lehető legmagasabb szintre eljutni a nagy Sebastian Bach agyafúr darabjában, ez a Goldberg variáció, amivel kapcsolatban meglehetősen hűvösen viseltettem a meleg idő ellenére, ez egy nyári levél, és felsoroltam a nehézségeket, jelesül, hogy egyrészt szükség van a megfelelő térre, két azonos hangerejű és méretű nagy hangszer számára, továbbá a megfelelő időre, hogy egy ennyire tudós és zseniális enigmához felnőjünk, és még élvezzük is. Miért kellett neki két zongora? Hát azért, mert ugye ez egy két manuálos csembalóra írott darab, aminek hát első ránézésre valóban lejátszhatatlanul nehéznek tűnik egy manuálon, vagy zongorán, ami a mai zongoristáknak persze már nem okoz gondot. Vagyis hogy az volt az ötlete Samuel Wesleynek, hogy két zongorán játsszák, azokat a tételeket, amiket nem lehet egy manuálon könnyedén eljátszani. Vagyis ez egy közvetett bizonyíték, alig hanem a jéghegy csúcsa, hogy szűk körben bizonyos muzsikusok igenis játszották ezt a darabot, ugye 1810-es években, még jóval azelőtt, hogy Mendelssohn felfedezte volna a Máté Passiót. Hogy ez nem csak Angliában létezett így, illetve hogy a Goldberg variációknak valami fajta renoméja megmaradt a 19. század elején is, arra egy másik forrásunk a Beethoven diabelli variációk első kiadásának a kiadói előszava, hadd olvassam föl, ugye 1823 Bécs. Nem mindennapi variáció sorozatot tárunk ezúttal a világ elé, zárójelben hagyd tegyek hozzá, ezt a diabelli írta, a kiadó, aki akkor sok pénzt akart keresni, tehát hogy ez egy PR szöveg. Olyan nagy és fontos remek művet, amely méltó rá, hogy a régi klasszikusok maradandó alkotásaiban említsük egy napon. Egy ilyen művet csakis Beethoven az igaz művészet legjelentősebb élő képviselője, csakis Beethoven hozhatott létre és senki más. A legeredetibb formákat és ideákat, a legmerészebb zenei ötleteket és harmóniákat a végletekig kiaknázza. A szilárd technikán alapuló valamennyi zongora effektust használja, és ez a kompozíció annál is inkább figyelemre méltó, mert olyan témára épül, amelyről senki sem gondolná, hogy alkalmas egy efféle kidolgozásra, amiben a nagyszerű mester teljesen egyedül áll a kortársai között. Zárója, ugye ez a téma, ez egy kis rettenetesen rossz kis keringő, amit maga Diabelli írt egyébként, úgyhogy ez egy önkritikus megjegyzés itt alig, hanem. A 24. és 32. variáció csodálatos fúgái el fogják bűvölni a komoly stílus szakértői, a 2., 6., 16., 17., 23. variáció lenyűgözi a virtuóz zongoristákat. A benne lévő ötletek újdonsága, tételeinek alapos kidolgozottsága és különféle művészi átvezetéseinek szépsége feljogosítják a kompozíciót, hogy Sebastian Bach azonos műfajú híres remek műve mellé helyezzük. Büszkék vagyunk rá, hogy alkalmat teremtettünk elő létrejöttének, és hogy ezen túlmenően minden erőnkkel azon voltunk, hogy a nyomtatott kiadásban az eleganciát legmagasabb fokú precizitással ötvözzünk. Vagyis, hogy 1823-ban egy PR szövegben érdemes megemlíteni azt, hogy a darab az a Goldberg variációkhoz mérhető. Ugye ezt nyilván nem írta volna a Diabelli, hogy a Goldberg variációk egy elfeledett
mű lenne, ami valamilyen könyvtár polcain porosodott. És nagyon érdekes egyébként, és megint csak ugye a szakmának a Bach értését jelzi, illetve az, hogy Bachot a szakma sose feledte el, hogy jó pár évtizeddel korábban a Beethovennel kapcsolatos első nyomtatott forrás, vagy nyomtatott emlék, az egy újsághír, amiben a zongora tanára azt írja, hogy itt van ez a 11 éves kisgyerek, 13 éves volt, egy kicsit csaltak, hogy csoda gyerekednek tűnjön, akinek a képességeiről mindent elmond, hogy a nagy Sebastian Bach volt, emberért ezt klavírját játsza. Tehát, hogy ez megint csak egy olyan PR szöveg, ahol a Bach neve az hát hoz valamit a konyhára. Na most érdemes megnéznünk azt is, hogy mik voltak a kiadások, amelyek rendelkezésre álltak, mert ez is jelzi a műnek az utóéletét. Ugye az első kiadás 1741-ben még Bach életében jelent meg, mégpedig az ő felügyelete alatt. Aztán 1803-ban a Hofmeisteri, a bécsi székhelyi Hofmeister kiadó, akinek Lipcsében is volt üzlete, kiadta újra a művet. Ekkor indul egyébként, ugye ez Forkel Bach életrajzának az ideje, a Bach reneszánsz, tehát egy pár évtizeddel a Mendelssohn féle Máté Passió előtt, ami alig, hanem egy eredménye, vagy inkább egy kicsúcsosodása mindannak, amit az megelőző évtizedekben zajlott, mert hogy ekkor indulnak az első Bach összkiadások, elsőként csak a hangszeres műveit adták ki, 1809-ben a Négeli kiadó Zürichben, aztán 1840-ben jelent meg a Péters kiadónál, ami azért fontos, mert ezt K. Cserny adta közre, az a bizonyos Cserny, aki írja ezeket a rettenetes etüdöket, opusz 577-es sorszámmal, meg nem tudom, hasonló opuszszámokkal, és ő ugye az egyik legjelentősebb zongora pedagógus volt, Beethoven tanítvány. 1853-ban jelent meg a Bach összkiadás részeként, ugye a részben a Mendelssohn-féle Máté Passió fellelkesülve, illetve annak sikerén fellelkesülve alapították meg a Bach társaságot, amelynek az egyik fő célja az volt, hogy az összes művét megjelentessék tudományos alaposság kiadásokban, és 1853-ban, ez egyébként 1850-ben indult a sorozat, tehát viszonylag az elején közreadták a Goldberg variációkat. Na most a Goldberg variációk valamikor az 1800-as évek második felében vált a koncert repertoár részévé, azt tudjuk, hogy Liszt játszotta a darabot a koncertjein, nem pontosan tudjuk, hogy mikor, de tanította is egy 1885-ös feljegyzést, tehát egészen a halála előtti feljegyzésből tudjuk, hogy az egyik növendéke Goldberg variációkat vitte hozzá, és Liszt állítólag nagyon örült annak, hogy végre valaki játsza ezt a művet, pedig milyen ritkán szokták játszani. Tehát, hogy alkalmanként akár koncertben is lehetett hallani a darabot, de az 1880-as évektől gyorsult fel az a folyamat, hogy ilyen instruktív, kifejezetten a zongorázás, a koncertélet számára megpróbálják ott a kiadók a darabot közreadni. 1880-ban Hans Bischoffnak jelent meg egy kiadása tele különféle előadási jelekkel, aztán 1883-ban Josef Reinberger átírta két zongorára a művet, hogy hát, ha úgy, akkor könnyebb előadni, vagy legalábbis ugye egy nagy koncertteremben is csak jobban megszólal. 1910-ben Karl Eichler átírta négy kézre a művet, és a legizgalmasabb ilyen késő romantikus közreadás az Ferruccio Busoni nevéhez fűződik. Ugye ő volt szerintem a legnagyobb Bach-hőrültje a zene történetének. Az egész életműve tulajdonképpen Johann Sebastian Bachra, a Bach zenéjére épül, és az ő közreadása, mint oly sok más Bach közreadása is egészen különleges. Ebből szeretnék most mutatni egy részletet, illetve egy picit felvillantani, hogy hogyan is gondolkoztak Bachról, illetve általában a régi zenéről a múlt századfordulón. Ugyanis Busoni a következőt csinálja, közreadja természetesen a teljes művet, de egy közepesen hosszú előszóban kifejti, hogy hát persze ebben a formájában ez előadhatatlan ma. Tehát, ha valaki szeretné koncerten is játszani, akkor ő javasolja, hogy bizonyos tételeket hagyjon ki az illető. Ő meg is mondja, hogy melyeket, mert hogy így karakterben átfedés van bizonyos tételek között, és egyébként is a drámaiságát az előadásnak sokkal dinamikusabbá teszi, hogyha egy másik sorrendben adják elő a műveket. És a legelképesztőbb az egésznek a vége, ugyanis a legvégén, ugye amikor visszatér az ária, és előtte van, ha visszaemlékeznek, az a Quod Libet, amiben különféle dallamokat idéz fel Bach természetesen ezen a basszus menetre építve, és azelőtt van egy pár nagyon virtuóz variáció,
Ott Buzoni ebből a zenei anyagból csinál egy finálét, összekapcsolja a három tételt, az egyikhez ír egy ilyen 16 ütemes saját átvezetést, és az áriát, a záró áriát, azt nem az eredeti formájában játszatja, mondván, hogy nem lehet visszatérni oda, ahol voltunk, hanem hát valahova el kell jutni, hát erről szól a dráma, hanem átírja az áriát, egy oktávval mélyebbre helyezi. Buzoni imádja ezeket a mély, dús zongora hangokat, megfosztja minden díszítéstől, vagy szinte minden díszítéstől, azt írja, hogy hát ugye ahhoz, hogy ez egy ilyen spirituális utazás legyen, Holberg variációk, és azért itt hagyni csak egy zárójelet. Majd el fogunk jutni Gouldhoz, de hát aki szereti a Gould 1981-es felvételét, ki ne szeretné, az valami fajta spirituális utazásként tekint a Holberg variációkra. Az a Gould felvétel az szerintem fényévekre van attól, hogy a Bach elképzelte a darabot, teljesen mindegy, mert fantasztikus a maga nevében, csak hogy a spirituális utazás 1981-ben egész mást jelentett, mint 1910-ben. Szóval hogy azt írja Buzoni, hogy ha spirituális utazásként gondolunk a darabra, már pedig, hát hogy gondolhatnánk másként a nagy Sebastian Bach legnagyobb egybefüggő zongora művére, akkor az ária az nem lehet visszatérés, hanem egyfajta megdicsőülés kell, hogy legyen, és emiatt újra kell hangszerelni. Vagyis azt írja, hogy a közreadó kívánatosnak tartotta, hogy helyreállítsa a téma eredeti, egyszerűsített dallamvázát, megszabadítva azt a díszítések sűrű hálózatától, és eként a befejezést valamiféle himnikus hatással ruházza fel. Most meg fogjuk hallgatni ezt a befejezést, szeretném megmutatni, de előtte hagyj mutassam meg a magának, ennek az előszónak azt a táblázatát, ugye ez egy háromjelű előszó, ahol megmutatja, hogy ő hogy építené fel a darabot. Ugye látszik, hogy a 32 tételből maradt 20. Igaz, hogy az utolsó 20-as szám az ugye három tétel egybegyúrva, és mindegyiknél ott van zárójelben, hogy hányas számú az eredeti rendszer szerint. A kottában egyébként minden benne van, csak ahol ő kihagyna, oda ide egy kis megjegyzés, hogy ezt egyébként koncerten nem érdemes játszani. Úgyhogy hallgassuk most meg ezt, és még valami, én imádom ezeket, tehát hogy szerintem egész fantasztikusak ezek a Buzoni átiratok. Nem a Bachról szól, de ne áltassa magát senki azzal, hogy bármi, amit ma játszunk, az a Bachról szól, mert fogalmunk sincs. Tehát, hogy mindenféle próbálkozások vannak persze, és ez nagyon helyes, de én szerintem, ha valaki őszintén ebbe az egészbe belegondol, hát honnan a francból tudnánk, hogy a Bach mit gondolt. De valaki tudja a telefonszámát, akkor azt szeretném. Szóval, hogy a végére, hogy még erőteljesebb legyen a hatás, az ária végére betolt két ütemet. Tehát amikor jönne a záró G-dur akkord, akkor még van két ütem úgy, hogy abban a két ütemben a zongorának a legmélyebb szubkontra A hangja is megszólaljon. Tehát a teljes zongora, ami ugye hát bizonyos értelemben azért agyrém, mert hát tudjuk, hogy a 32 ütemes áriából jön létre a 32 tételes kompozíció. Na de hát itt spirituális utazásról van szó, nem történeti hűségről. Úgyhogy hallgassuk meg ezt, most egy picit itt valamit fogok mahinálni. Thank you.
Azt csodálom, hogy nem építetett egy zongorát, ami van egy még mélyebb gép, hogy ott felzíthessen. Ugye, amit Buzoni csinál, és ez egy külön előadás sorozat témája lehetne a Buzoninak a Bach képe vagy feldolgozásai, hogy a saját korának a zenéjére lefordítja Bach zenéjét. Ugye, abban semmi kivetnivalót nem találunk, amikor Nádasdy Ádám újra fordítja Shakespeare-t. Hát ott az aranyfordítás miért nem lehet? Azért nem jó, mert nem értjük. Hát itt nem csinálsz más Buzoni, mint hogy azt mondja, hogy a zongora egy más hangszer, mint a csemballó, 1910-ben más a világ, mint 1741-ben, tehát másként kell ezt a művet előadni. Imádom ezt a művet, megmentem a közönség számára, ehhez sajnos bizonyos sebészi beavatkozásokra van szükség, ezt ki kell vágni, azt át kell tenni, picit hozzá kell toldani, plasztikázni kell, és a többi, és a többi. De végső soron ilyen módon a 1910-es évek koncert színpadán is meg tud lenni a darab. Buzoni ezt természetesen játszotta ebben a formájában, és nagy szerencsém, hogy ma is van, aki ezt előveszi, egyébként a YouTube-on is fönt van, hogyha valakit érdekel, akkor meg tudja hallgatni az egész Goldberg variációtkat a Buzoni féle feldolgozásban. De most térjünk rá arra, hogy ugye a 20. században a Goldberg variációk közismertségében borzasztó fontos szerepet játszott a hangfelvételeknek az elterjedése, és hát most nem néztem meg ma reggel, hogy hánynál tart a hangfelvételek számlálója, a Goldberg variációk diszkográfiája, de közel jár a 600-hoz. Tehát, hogy közel 600 féle hangfelvétel született a 20. század folyamán a Goldberg variációból. Most csak ilyen felsorolásszerűen szemezgettem ebből, és jelzem, hogy az egyes évtizedekben hány felvétel született. Ugye az első 1928-ból Rudolf Serkin nevéhez fűződik, fantasztikus zongorista, elsősorban Beethoven játékosként volt ismert, de ugye amikor arról beszélünk, hogy Glenn Gould 22 éves volt 1955-ben, amikor fölvette a Goldberg variációkat, ami hát egyrészt a lemezipar, a klasszikus lemezipart is megreformálta, meg a Gouldot bedobta a köztudatba, meg a Goldberg variációkat, meg még millió szuperlatívus szoktak mondani, akkor ne felejtsük el, hogy Rudolf Serkin meg 25 éves volt, amikor 1928-ban felvette a darabot, majd fogok belőle mutatni részletet. A zárójeles szám az, hogy ebben a közel 600-as listában hányadik helyen áll, tehát ez a, hogy nagyjából érzékeljék, hogy hogyan is alakult a dolog. Ugye 1900 és 1950 között 6 felvétel készült, ebből kiemeltem a 4 legjelentősebbet, ugye Vanda Landowska volt az első, aki csemballó játszotta, bár majd ebbe is bele fogunk hallgatni, ezért ez a csemballó nem az a csemballó, ahogy ma ehhez hozzászokott az ember már, és ami sokkal közelebb áll a bachi csemballó hangzáshoz. Claudio Arrau 1942-ben, és Rosalind Turek, aki egy szenzációs amerikai zongorista, és egyébként ő volt talán az egyetlen, akire úgy hivatkozik, úgy, mint valamiféle modell, ő 1947-ben vette fel, aztán fölvette még jó párszor. 1950 és 60 között felgyorsultak az események, 25 felvétel készült, ezek közül a legjelentősebbek a Ralph Kirkpatricknak a csemballó felvétele, illetve Gustav Leonhardtnak a csemballó felvétele, amelyek a mag nemében azt lehet mondani, hogy tényleg egyedülállóak, ugye ezek nagyon korai felvételek, azt lehet mondani, hogy ez a historikus előadói gyakorlatnak a hőskora, ugye az 50-es évek, amikor Harmon Kut megalapította a Consensus Musicust, amikor az első komolyabb kutatások kezdtek el folyni az ügyben, hogy hogyan is kell játszani ezeket a műveket, hogy hogyan játszották annó, milyen hangszereken. Ralph Kirkpatrick volt ennek az egyik élharcosa, Gustav Leonhardt talán nem kell bemutatni. 55-ben 13-as sorszámmal ugye Glenn Gould az indulónk, aki ekkor vette föl először. Van egyébként több felvétel abból az időből Glenn Gould-dal, tehát ő koncerteken is játszotta, mert hogy akkor még koncertezett. De alapvetően az 1955-ös felvétel azt a szellemiséget tükrözi, amely a koncert felvételeiben is rendre előjön. Meghallgattam, most van egy nagy interjú, az 1981-es felvétel után készült vele egy nagy interjú. Egészen különleges élmény, mert hogy lehet tudni, hogy Gould minden interjúját megírta előre.
Tehát olyan újságírónak volt hajlandó nyilatkozni, aki felolvasta a kérdéseket, amiket ő írt meg, de azt is úgy kellett felolvasni, hogy spontánnak hason. Fantasztikus ez a beszélgetés, mert hát egy ilyen színjáték az egész, de abban elmondja a Gut, hogy hát bizony az 1955-ös felvétel az egész jó, tehát most így meghallgatta, de a szellemisége az nagyon különbözik. Szóval az ógorázás még úgy rendben van, de hogy a szellemiség teljesen más. Ezek az 1950-es évekbeli Gould Goldberg előadások, játszotta ezt Moszkvában, meg különféle helyeken, ezek nagyon hasonlóan. Aztán itt van még néhány felvétel, ugye lehet látni, hogy a csembaló és az ongora felvételek nagyjából azonos számmal, legalábbis a jelentős felvételek azonos számban képviseltetik magukat, amit azért tartok fontosnak hangsúlyozni, mert általában az a közvélekedés, hogy ugye ezt régen zongorán játszották, aztán újabban meg csembalón. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát megnézi az ember a listát, régen is rengetegen játszották ezt csembalón, nyilván nagyon különféle módon. Most ugye az 50-es években, tehát 25 felvétel készült, a 60-as években 27 felvétel, de mondjuk az, hogy ez persze egy teljesen szubjektív lista, hogy ebből a 27-ből én éppen ezt a néhányat vettem ki, de azért az jelzi, hogy itt tényleg fantasztikus felvételek születtek. Ugye Helmut Walka egy nagyszerű orgonista volt, aki csembaló játszott, a Gáth József is ekkor vette föl csembalóra, Peter Serkin, Rudolf Serkinnek a fia fölvette zongorára. A 65-ös Leonhardt felvétel az egy mérföldkő, tehát az volt az a Leonhardt felvétel, ami szerintem ma is megállja a helyét még a legelvakultabb historikusok előtt is, tehát hogy tényleg itt jutott el Leonhardt arra a szintre, korhű játékmódban, meg egyáltalán a csembalóval való kapcsolatban, talán a hangszere is jobb, bár ezért nem értek eléggé, szóval ez egy fantasztikus felvétel. És hát aztán itt van még néhány nagyszerű zongorista, akik ugyancsak játszották. Azt hadd emeljem ki, ha valakit érdekel, most erre sajnos nincs idő, hogy mindbe belehallgassunk persze, de Wilhelm Kempf felvétele azért érdekes, mert ő már az első áriát is úgy játssza, hogy a Buzónia záró áriát, nem ír hozzá semmit, csak minden díszítést levesz róla. Borzalmasan hangzik, tehát hogy nagyon nehéz elviselni, mert mondjuk a Buzóninál legalább valami plusz is hozzá van téve. És hát nem tudom, hogy ki ismeri Mária Judinát, neki a felvételéből fogunk majd még hallgatni. Őróla azt kell tudni, hogy egy mélyen vallásos ember volt, akit nagyon keményen üldöztek a sztálinista korszakban, függetlenül attól, hogy ő volt Sztálin kedvenc zongoristája. Róla szól az a történet, hogy rádióban Sztálin hallgatta a rádiót, és Mozart áldó zongora versenye szólt, és annyira tetszett Sztálinnak, hogy amikor vége lett az adásnak, akkor mondta, hogy ő szeretné ezt lemezen bekérni. És nem merték megmondani, hogy ez egy élő koncertközvetítés volt, Mária Judina játszott egyébként, úgyhogy Mária Judinát és a zenekart hajnalban behívatták a stúdióba, fölvették a lemezt, és másnap délután Sztálin megkapta, úgyhogy végső soron minden elintézhető, csak megfelelő elszállás kell hozzá. 1970 és 1990 között ez most egy picit csalog, mert hogy itt most 20 évről, nem egy évtizedről van szó, csak hát egy táblázatban raktam össze, mert hogy megszaporodtak a felvételek, de itt valahogy két évtizedben jött össze legalábbis számomra annyi érdekes, amit fontosnak tartok kiemelni. Az egyik Tatjana Nikolajeva, aki ugyanannak az orosz iskolának a képviselője, amihez Mária Judina tartozik. Trevor Pinnock ugye az egyik legfontosabb historikus csembalista, az is egy fantasztikus felvétel, és hát itt jutunk el ugye az 1981-es Gould felvételhez, ami hát ugye az utolsó felvételeinek az egyike volt, hiszen 82-ben meghalt, és ez talán az egyetlen olyan felvétel, amit stúdióban újra fölvetett. Azt hiszem, hogy nem nagyon van még olyan zenemű, amit kétszer rögzített volna a stúdióban, és hát majd bele fogunk hallgatni mind a kettőbe, mert ahogy most így hallgattam ezt a sok-sok felvételt, az az igazság, hogy a legnagyobb különbség a különböző felvételek között az a Gould 55-ös és 81-es olvasata között található. 82-ben vette föl Grigori Szokolov, ez egy koncertfelvétel egyébként, és az évben Schiff András először, ő aztán többször is fölvett, és ugye ezt rendszeresen játszott a koncerten, itthon is lehetett ezt hallani. Régebben ez is egy abszolút legendás felvétel. Ha létezik ellentétes pólus a Gould-féle megközelítéshez, akkor Schiffé az. Tehát nagyon úgy tűnik, mintha 81-ben egy Gould fölvette, Schiff meghallgatta, és azt mondta, hogy na így nem. Valami teljesen más fogok mutatni, majd ebbe is belehallgatunk.
Aztán itt van néhány nagy legendás csembalista, Scott Ross, Kenneth Gilbert és Tom Koopman, illetve Daniel Barenboimnak van egy ugyancsak eléggé közismert felvétel, amit Buenos Airesben a Teatro de Colomban rögzített. És hát lehet látni, hogy aztán felgyorsulnak az események, ugye az 1990-es években már 123 felvétel készült a Goldberg variációból, megint csak vegyesen zongora és csembaló felvételek. Itt a zongoristák közül, hadd emeljem ki, hát Jevgenij Koroljovot talán nem kell bemutatni, mert elég gyakran jár itt szerencsére, viszont Angela Hewitt neve talán kevéssé ismert itthon, szerintem az egyik legnagyobb zongorista, most, hogy tudakodtam az interneten, láttam, hogy most októberben jelent meg a Kunstnerfüge az előadásában, úgyhogy majdnem a teljes Bach életművet azt hiszem, hogy rögzítette, az ő felvételeibe is majd belehallgatunk. És ez egy teljesen friss felfedezés, valaki kérdezte tőlem, hogy a Zug Xiao Mei-ről tudok-e valamit. És visszaírtam neki, ez egy pár hónapja volt, hogy nem. Mert hogy játssza a Goldberg variációkat, és hogy én mit gondolok róla. És elkezdtem utána nézni, és ez is egy fantasztikus felvétel, úgyhogy ezt azért írtam ide, hogyha valaki talál, valakit érdekel, akkor nézzen utána. Ő neki a sorsa is, hát, hogy mondjam, elég göröngyösen alakult, ugye ő a kulturális forradalomnak volt az áldozata egész fiatalon, tehát nagyszerű csodagyerekként indult, és aztán az egész családjával együtt elküldték a kényszermunkatáborba, és aztán sikerült emigrálni a Kínából. Több mint 200-szor játszott a Goldberg variációkat koncerten, tehát hogy valami elképesztő technikával és plaszticitással játssza ezt a művet, és hát nem akarok, azért nem tudom, hogy magamból induljak ki, de hogy azon nem nagyon ismert a neve, tehát én egy pár hónapja hallottam róla először. És hát a 2000 és 2010 között már 200 fölé emelkedik a Goldberg variációk felvételeinek a száma. Itt is zongorás és csembalós felvételeket egyaránt találunk. Valahogy nekem úgy tűnik, hogy a csembalós felvételek ebből az évtizedből jobbak. Nekem a három csembalós felvétel a kedvenc, vagy a három kedvenc csembalós felvételem, az egyik az Ottavio D'Antonié, bele fogunk majd hallgatni. A másik Andreas Steyeré, aki egy teljesen elképesztő hamburgi csembaló készítő által készített hangszer kópiáján játszik, aki egy ilyen experimentális, őrült hangszerész volt, hihetetlen mennyiségű hangszínt pakolt bele a csembalóba, és hát Andreas Steyer azt mondja, hogy hát ez is egy elég experimentális kompozícióba, akár ismerhette is ezt a hangszert, úgyhogy ezen rögzítette, illetve Dobozi Borbál a 2009-es felvétele, ami viszont egy olyan hangszer kópiáján készült, amit Bach bizonyíthatóan ismert, hogy ez egy Mietke nevű berlini csembaló készítőnek a hangszere, amit Bach még Köthenbe vásárolt meg, és egyes kutatók szerint ez az 5. brandenburgi verseny számára vette Bach, vagy hát ha már megvolt a csembaló, azért írta azt a nagy csembaló szólót, hogy bemutathass egyébként Dobozi Borbál, szeretettel üdvözlöm, meg nagy tisztelettel itt a teremben. És hát ugye látható, hogy tényleg a 2010-es évekre hát szóval a Goldberg variációk száma olyan méretűre nőtt, hogy hát kis hiány Dunát lehet velük rekeszteni. De nagyon érdekes, hogy valóban a kult felvételek tették ezt a művet kultikussá. Annyira kultikussá, hogy a popkultúrába is beszüremkedett a Goldberg variációknak a hatása. És hadd utasak most két filmrészletet, mielőtt belehallgatunk a különféle felvételekbe. Csak annak illusztrálására, hogy hogyan használják a Goldberg variációkat nagy, igazi blockbusterekbe, vagy úgy mondjam, tehát hollywoodi filmekbe. Az egyik az az Angol beteg című 9 Oscar díjat nyert film, amelynek ugye a magyar vonatkozása az, hogy Gróf Almási Lászlóról szól, akit Ralph Fiennes alakít, és ugye ő az, akinek egy baleset következtében teljesen leég az arca, és egy ápolónő, egy elhagyatott toszkán kolostorban ápolja őt, az ápolónő, egy Juliette Binoche. És a jelenet, amelyben a Goldberg variációk megszólal, vagy abból egy részlet, akkor játszódik, amikor megtalálják ezt a kolostort, oda lefektetik a szegény Almási Grófot, és a Hanna, akit Juliette Binoche alakít, ő talál egy lepukkan zongorát így félrefordítva, ugye már a világháború utolsó szakaszában vagy vége felé járunk, tehát a németek már nincsenek sehol, és megtalálja ezt a zongorát, és elkezdi játszani rajta Goldberg variációkat, mire egyszer csak megjelenik egy katonatiszt, mint kiderül egy ilyen akna felderítő, vagy nem tudom mi ennek a hivatalos neve, aknász. Szóval, hogy aki aknákat keres, és akivel később majd beleszeret ez a bizonyos ápolónő, egy gyönyörű indiai, félig indiai színész játsza,
és találja aknát a zongora alatt, és hát érdemes nézni, a, vagy figyelni a párbeszédüket. Ja, bocsánat, most kell tükköznöm, mert vissza kell dönni. Számos zenei rettenet, a zenei történet van arról, hogy miközben ugye a Varsó ég, a közben a Varsóért felelős náci tiszt ugye játszatlan bent a háttérben a lángoló várossal, meg a Beethoven, szóval, hogy ugye nagyon szépen benne van, borzasztó ökonomikus, egy ilyen rövidke jelenetben ez a gondolat, de ami érdekes, hogy a Goldberg variációkat használják ennek a megtestesítőjeként, mert hogy ezek szerint a 90-es években a Goldberg variációk már egy ilyen szélesebb kör számára is egy ismerős, vagy legalábbis referenciapontot jelentettek. A másik film, amiből szeretnék egy bejátszást, ez egy egészen különös módon kapcsolódik ide a Goldberg variáció, ugye nincs 18 év alatti a teremben, mert hogy ez egy elég brutális jelenet lesz. Ez a Bárányok hallgatnak című thriller, vagy horror, ugye ennek a határán játszik, fantasztikus színészekkel egyébként, és egy nagyszerű film, de mondjuk kell hozzá gyomor. Ugye Sir Anthony Hopkins játszik benne egy pszichológus sorozatgyilkost, akit bebörtönöztek, de egy újabb sorozatgyilkosnak a felderítéséhez az FBI ifjú tanonca, aki Jodie Foster alakít, felkeresi ezt a bizonyos Hannibal, Dr. Hannibal Lectert,
hogy információkat csaljon ki belőle, és elindul egy nagyon-nagyon izgalmas, ilyen kölcsönös pszichoanalízis, ahogy megpróbálják egymást kijátszani, megismerni. És természetesen Hannibal Lecter mindenféle feltételeket támaszt, például, hogy vigyék egy jobb helyre, abból a börtönből, ahol van, elviteti magát egy villaépületbe, ahol persze be van zárva egy rácsos területre, de mégis világosban van. És a kérései közé tartozik, hogy szeretné egy magnót, és szeretné a Goldberg variációkat a Glenn Gould előadásában. Ugye ez egy regényben, ez egy regény eredetileg, a Thomas Harrisnek a regénye, ő egyébként egy ponyvaíró, vagy krimi író, és a regényben nevesíti is Glenn Gouldot, tehát ugye ez a filmben nyilván nem lehet nevesíteni, csak be lehet játszani a Gould-féle felvételt. És egészen hátborzongató a filmben, hogy a kulcs jelenet, ugyanis egy ponton a Hannibal Lecter kiszabadul, aki 10 éve őriznek a legszigorúbb biztonsági előírásoknak megfelelően, és úgy szabadul ki, hogy 2 őrt megöl, az egyiknek kvázi leharapja az arcát. Ez az a jelenet, amelyben a Gouldnak a felvétele szól. Vagyis, hogy a jelenet, amit látni fogunk, az úgy néz ki, hogy jönnek hozzák a vacsorát, szól közben az ária. De érdemes minden részletet megfigyelni, mert azért ezek a hollywoodiak nagyon-nagyon tudják a hatásmechanizmus, hogy hogyan lehet használni egy ilyen zenét. Ugye miért a Gouldnak a felvételét használják? Miért a Goldberg variációkat? Mert ez a Hannibal Lecter egy olyan figura, aki hihetetlenül tudatos, elképesztő intellektus, ezért kell a Bach, és közben van benne valamilyen nagyon-nagyon kimért laboratóriumi vagy klinikai tisztaság a gondolkodásában, ezért a Gould. És nagyon érdekes, hogy az jelenet elején nem is az elejétől halljuk az áriát, és amikor elindul ez a, majd látni fogják, hogy hogy szabadul ki, elindul ez a borzalom a jelenet közepén, akkor egyszer csak pont mielőtt jönne a zárlat, a G-dur zárlat, akkor indul el a jelenet, a jelenetnek a közepén ez a gyilkosság, amikor bejön egy ilyen hollywoodi filmzene, ami a horrorfilmekben szokásos, és amikor már ott fekszik a 2 hulla, vagy hát az egyik még ott valahol a háttérben nyöszörög, egyszer csak visszajön a variáció, a jignek egy részlete, és véres szája Anthony Hopkins ott áll és hallgatja ezt a csodálatosan szép zenét. Na mindegy. Megúszták. De ugye ez azt jelenti, mármint hogy egy ilyen tényleg nagyon populáris filmbe, és kifejezetten a népszerűség szándékával, vagy a siker céljával, az anyagi siker céljával létrehozott filmben használják a Gould felvételt, hogy a Gould felvétele is, hát az Gould révén a Goldberg variációk, az ilyen mértékben beívódott a köztudatba, akár az amerikai köztudatba, és ez nem csak a 81-es felvétellel volt így, hanem már az 1955-ös Gould felvétel is egész egyszerűen cool volt. Tehát olvastam egy visszaemlékezést arról, hogy az 50-es évek végén az igazán menő dolog az volt, hogyha az ember marihuánát szívott, John Coltrane-t hallgatott, és a Gould féle Goldberg variációkat. Tehát, hogy Amerikában ez volt annak idején a menő. De most én arra gondoltam, hogy mutatnék néhány felvételt, tehát kiválasztottam 2 tételt, és azokból szeretnék most részleteket mutatni. Ez a második variáció, ami ugye nem egy kánon, de olyan, mint egy kánon, és ezért a kánonoknak, meg a nem kánonoknak is bizonyos értelemben a sajátosságait magán viseli.
Először hallgassuk meg a Gould felvételt 1955-ből, és aztán meghallgatjuk rögtön a 81-es felvételt is, mert ahogy említettem, ugye a legnagyobb különbség e között a két felvétel között van. Most következzen a 81-es felvétel. Azt gondolom, hogy mind a kettő fantasztikus, tehát hogy itt most nem, tőlem ne várjanak értékítéletet, mert mindegyik felvétel csodálatos, amit mutatni fogok, mindegyik persze a maga módján, és azt gondolom, hogy egy ilyen áttekintés csodálatos arra, hogy lássunk, hogy nem létezik tökéletes vagy egyetlen előadása műnek, még akkor sem, ha Glenn Gould így gondolta, hogy ő megtalálta a tökéleteset. Ugye ő bizonyos értelemben az utolsó romantikus volt, nem a zongorázásában, hanem abban a gesztusban, hogy ott hagyta a koncertezés világát, hogy létrehozza a tökéletes felvételt egy-egy műből. És ugye az élete utolsó évtizedeit azt a stúdióban, meg hát a saját otthonában töltötte a kutyájával, teljesen magányosan. És ez a felvétel egészen elképesztő, a rengeteg tételt lehetne persze belőle mutatni, ami elképesztő, azzal a valóban klinikai tisztasággal, hogy úgy játszik. Szóval azt hiszem, hogy ebben a felvételben van valami embertelen a szó minden értelmében, tehát hogy embertelenül jó, de hogy közben meg az egyetlen emberi vonása a felvételnek az, hogy néha dünnyög. Mert egyébként olyan mértékben tökéletes a zongorázása, ami bizonyos értelemben egy kicsit hát ijesztő. Nekem a saját élményem az, hogy én rajongtam ezért a felvételért hosszú évekig, és én szerintem 15 éve nem hallottam most emiatt az előadást, miatt vettem elő újra. Lenyűgözött, de ha választhatok, nem ezt fogom feltenni otthon egyébként, azzal együtt, hogy fantasztikusan zongorázik, és az az érzésem most itt elég sok felvételt belehallgatva, hogy egyszerűen Gould mindenkinél jobban zongorázik. Technikailag valami olyan elképesztő színen áll, ahova nagyon-nagyon kevesen jutottak el, és ha valakit érdekel, akkor meg tudja nézni, hogy a Bruno Monsignon a nagyszerű dokumentumfilmes fölvette a 81-es felvételt videóra, tehát mindent vettek hanggal és képpel, és aztán összevagdosták úgy, hogy ugyanaz legyen a videó, nagyjából ugyanaz legyen a videó, mint a hangfelvételen, és az is egy káprázatos élmény látni Glenn Gouldot, ahogy ül azon a kis hokedlin, amit még az apjától kapott, és ami 35,5 centire van a földtől, mert csak úgy tudott játszani, hogy 35,5 centire van a földtől, ami azt jelenti, hogy ugye így kellett tartani a kezét. Szóval, hogy az a koncentráció elképesztő, amit az ember láthat ezen a felvételen. Menjünk most időrendi sorrendbe, és hallgassunk bele, hogy 1928-ban Rudolf Serkin hogyan játszotta ezt a darabot, hogy ez az első hangfelvétel, ami a műből fönnmaradt. Ez egy Velte Mignon zongora tekercsen maradt fönn, tehát hogy a hangfelvétel azért annyira jó, mert ugye ezt újra lehetett játszani egy ilyen gépzongorán is, és úgyhogy ezért szól sokkal jobban, hogy belehallgatunk a Vanda Landowska eredeti 1933-as felvételébe, na az nem szól jól. Thank you.
a múlthoz képest, akár az 55-ös, akár a 81-es felvételt nézzük, káprázatosak ezek a tempóingadozások, ahogy felgyorsult, lelassít. Ez egy nagyon tipikus dolog volt az 1910-es, 20-as, 30-as évek zongora játékában, hogyha meghallgatják például a mindenki által csodált Doknányi Erdőnek a felvételeit, döbbenetes, hogy minden csinált. És ugye az, hogy össze van egy kicsit pedálozva, hogy nem annyira kristálytiszta, ez az ágson kategória. Szóval, hogy senkit nem érdekelt a klinikai tisztaság abban az időben, amikor a hangfelvétel még nem volt egy általánosan elterjedt dolog, a személyes jelenlét számított elsősorban. Mielőtt mutatnék még ugyanebből a variációból a felvételt, csak annak érzékeltetésére, hogy hogy zongorázott Rudolf Serkin, hadd mutassam meg az egyik virtuóz variációt, anélkül, hogy kivetíteni a kottát. Először Gould felvételében pont ez a variáció eléggé hasonló a kép Gould felvételen, mert ugye azért szokták, hát arról szoktak beszélni, hogy Gould milyen elképesztő tempókat vett olykor, na hát Rudolf Serkin olykor még gyorsabb tempót vett már 1928-ban, úgyhogy ebből a szempontból nem fejlődött a világ. A Gould felvétel tehát így szól. Most hallgassuk, térjük vissza ehhez a variációhoz, a második variációhoz, hogy Rosalind Turek, Gouldnak a nagy példaképe a második felvételén, nem a 47-es, hanem az 57-es felvételen, hogyan játssza a darabot. Thank you.
kérdésed, és hallottak már ennél szebb zongorázást? Szóval valami elképesztő. És nehogy bárki azt gondolja, hogy lassan játszani könnyebb. Lassan játszani sokkal nehezebb. Egyszerűen megtölteni tartalommal, akár emberi tartalommal az időt. Ez egy borzasztóan nehéz feladat. Egyébként Rosalind Turek játsza a leglassabban a Goldberg variációkat, megint csak egy olyan jelenség, amit bizonyos tételeknél a gulthoz szoktak kötni. Tehát, hogy van tétel, amit a Rudolf Serkin képes gyorsabban játszani, mint a Gould, és van olyan tétel, amit a Turek képes lassabban játszani, mint a Gould. Úgyhogy ezzel nem akarom persze a Gould érdemeit csökkenteni, csak jelzem, hogy a világ azért egy fokkal színesebb, tehát hogy Gouldon túl is van élet. A következő, akiről szeretnék mutatni egy felvételt, ez a bizonyos Maria Jugina, akinek, hát különösen az ember az egész Goldberg variációt végighallgatja, akkor nekem legalábbis az első jelző, ami eszembe jut, hogy valami hihetetlenül tépet, drámai az ő előadása. Itt is ilyen nagyon erős tempó ingadozásokat fogunk hallani, kicsit a Rudolf Serkin féle romantikus zongoraiskolához hasonlóan, hiszen ugye Jugina abból az orosz iskolából jött, amelyen teljesen egyenesági leszármazottja volt a 19. századi zongorázások, úgyhogy hallgassuk most ezt a felvételt. Csak hát lekerültem Tureket, úgyhogy fölkeverem most Jugyinát. Vagy megismétli pontosan ugyanúgy, ahogy az első részben játszotta. Ehhez képest Schiff András egész fantasztikus dolgokat díszíti az előadásban. Szemben a Gouldnak ezzel a pregnáns hangjával, hogy azt lehet tudni, hogy a Gould valamilyen teljesen valószínűtlen döntés alapján talált egy Yamaha zongorát a felvétel számára, amiről azt gondolta mindenki, hogy ez alkalmatlan arra, hogy
hogy szép hangot teremtsen, hát mert is a szép hang volt úgy számára fontos. Egyébként ezt elfelejtettem mondani, hogy sok mindenben lenni Mária Judin az zongorázására, hogy szép hangon játszana, az biztos nem. Tehát, hogy nem az volt a fontos az ő számára. És az utolsó felvétel, amit ebből a variációból mutatnék, ez a bizonyos Angela Hewitt felvétel, ami szerintem az egyik legjobb zongorás felvétel. Történeti szempontból biztos, hogy nem hiteles, mert Angela Hewitt azt csinálja a kánonoknál, ahol ugye három szólamunk van, két kánon szólam és a basszus, hogy az első megszólaláskor az egyik szólamot emeli ki, amikor ismétlés van, akkor meg a másik szólamot emeli ki. Ez az, amit képtelenséget sem valunk megcsinálni, tehát Bach biztos, hogy erre nem gondolt, de fantasztikusan szól, és mondjuk pont ennél a tételnél ezt mondjuk viszonylag könnyű megvalósítani, de hogy Angela Hewitt az összes tételben képes ezt az alapelvet végigvinni, olyan tételekben is, ahol az ember azt gondolná, hogy ez teljes mértékben lehet. És mielőtt rátérnék a csembalós felvételekre, hadd mutassak egy másik variációból három felvételt, egy érdekes jelenségnek az illusztrálására, ugye, és hajlamosak vagyunk, hogy különféle iskolákról beszélni, hogy az orosz zongoraiskola, vagy hogy a magyar Liszttől áthagyományozott zongoraiskola, és hát ezek gyönyörű gondolatok, de hogy ez valóban létezik-e, hát azért az embernek kételjei merülhetnek föl, hogyha meghallgatja ezeknek a nagy zongoristáknak a felvételeit. Most mutatok három orosz zongoristának a felvételéből. A 19. variáció lesz a kiválasztott. Először a Mária Judina 1968-as felvételét fogom mutatni, aztán a Tatjana Nikolajeva 1970-es felvételét, és végül Jevgenyi Koroljovnak a 90-es években készített felvételét. Elvben mindhárom a nagy orosz zongoraiskolának a képviselői. Annyira erősen benne van a személyisége a zongorázásában,
amitől tényleg teljesen jelentéktelenné válnak ezek a melléütések. Most ehhez képest hogyan játssza ugyanezt a tételt Tatjana Nikolajeva ugyanennek a Nagyorosz Zongora iskolának a képviselője két évvel későbbi felvételén? Kell, hogy ugye, bár Vanda Landowska állítólag azt mondta egy alkalommal, hogy
maga módján játsza Bachot, mondta egy tanítványának vagy valami kollégának, én úgy játszom, ahogy ő játszott egykor. Ugye ez már csak a hangszerről kifolyólag sem lehetett igaz, mert hogy Vanda Landowskának a Player C kifejezetten a számára kialakított egy teljesen újfajta csapatot, mármint újat ahhoz képest, amilyenek a 18. században voltak. Tehát a hangja is egész más, persze nehéz kivenni a hangot ezen a felvételen, de a játékmódra érződik, hogy egy sokkal zongorásabb csembaló játékról van szó, mint amit a historikus előadói gyakorlat elterjedésével aztán a billentyűs játékosok a magukévá tettek. Úgyhogy hallgassuk meg ezt a felvételt. Leöntve rubátó lekvárral az egész, vagy rubátó szósszal, tehát hogy egy sokkal szikárabb, sokkal egyenletesebb, sokkal objektívebb játékmódról van szó ebben az esetben, mint ahogy a nagy romantikus zongoristák játszották ezt a művet. És az érdekes az, hogy amikor majd a pár évtizeddel később az első, hát mondjuk valóban historikusnak tekinthető felvételek megszülettek, ugye ezek közül tényleg az egyik legjelentősebb a Gustav Leonhardnak az 1965-ös felvétele, akkor éppen az lesz az érdekes, hogy mennyire finom agogikákkal, finom artikulációkkal játszanak a csembalón, hiszen ugye a csembalónak a nagy baja, ami egyben az erénye is, hogy ugye egy bizonyos hangszínt kell kiválasztani egy bizonyos darabhoz, és attól kezdve az lesz a hangszín, ugye nincsenek, nem lehet kiemelni a szólamot másfajta billentéssel, az idővel lehet játszani. Ugye az idővel azért nem játszhatott a Landowska, mert akkor ő is romantikus lett volna. De ez azáltal, hogy ugye a zongorázásba bejött ez az objektivitás, amit egyébként valószínűleg a Landowska hatására is alakított ki, például a Glenn Gould, ezáltal a historikus előadók ennek ellen hatásaként újra elkezdhettek a publikussal játszani. Tehát ez egy nagyon érdekes hullámzása a 20. századi előadói gyakorlatnak, hogy hallgassuk meg, hogy Gustav Leonhardt hogyan játsza ezt a tétet. Hangjait egy icipicit olykor hosszabbra veszi, vagy az egyes frázisokat ilyen
icipici késleltetéssel különíti el egymástól, és hát tényleg, ha valaki, nekem még pont volt szerencsém hallani őt élőben, egyszer járt itt a Deák-téri templomban, és káprázatos, hogy ennyire polifón hangszer a csembaló, szóval az ember megérti, hogy Bach miért írt ilyen zenét erre a hangszerre, mert ő bizonyos értelemben alkalmasabb rá, mint bármi más. Még egy három rövid részletet hadd mutassak, az egyik Tom Copmannak a felvétele, aki hát ugye Leonhard tanítvány volt, és a felvétel egy picit a mesterrel való küzdelemről is szól, hogy megpróbál mindenben másként tenni, mint ahogy a mestere tett. Már maga a csembaló hang is egészen más, mint amit Gustav Leonhard választott, és a játékmódban is van valami sokkal vaskosabb, vagy hát nem is tudom, nehéz nyilván ezekre jelzőket találni. És ugye egy olasz művészről van szó, aki hát fantasztikus otthonossággal mozog az olasz barokk zenében, ahol ugye a díszítés nem azt jelenti, hogy az ember még betesz egy trinát, hanem hogy mindenféle kis dallamocskákat meg, szóval, hogy úgy földíszíti az ember az ismétlésnél a zenét, a zeneszerző partnereként egy kicsit közre működik a kompozíció létrehozásában, nem csak az előadásában. Amitől egész egyszerűen jó hallgatni, és hát a Goldberg variációk egyik fontos funkciója szerintem, hogy az ember hallgatja ezt a zenét, úgyhogy hallgassuk most meg ezt a
egyszerűen először barátságba kell lépni a hangszerrel, nem arról van szó, hogy kijönnek a gyárból ezek a hangszerek, amitől azt gondolom, hogy sokkal személyesebbé válik a csembalisták viszonya a hangszerhez is, a műhöz is. És hát bár most egy picit túlhúztam az időt, és ezért elnézést kérek, de ha van még 3 percük, akkor egy felvételt még hadd játszok be, ez nem csembalos felvétel lesz, hanem zongora, mert hát azt gondolom, hogy ezt a spirituális utazást, amit itt most együtt eltöltöttünk, szóval, hogy ezt a 3 előadást, ezt mégiscsak az áriával évig lezárni, és hosszan gondolkoztam, hogy melyik felvételt mutassam. Egy olyan felvételt fogok mutatni, aminek azt gondolom, hogy semmi köze ahhoz, amit Bach erről a darabról gondolt eredetileg, de egészen varázslatos felvétel, Rosalind Tureknek a felvétele lesz, amit most meghallgatnánk, és még annyit hadd mondjak el, hogy nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hogy 20-án ne felejtsék el, hogy lesz a koncert, ahol Kemenes András eljátsza a darabot zongorán, és aztán Róman Ditta a két muzsikustársával trió átiratban. Egy olyan átiratban, ami a Gould felvételnek az átirata igaziból. Tehát, hogy nem egyszerűen a darabot írt át a szerző, hanem kifejezetten a Gouldnak állít emléket, és a tempó, meg minden egyéb az a Gould felvételt követi, úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon izgalmas este lesz. Úgyhogy következzen most Rosalind Turek előadásában az ária da capo, hiszen minden visszatér a kezdethez.